borsópörkölt, so széles metértel. Borsópörkölt rotyogott a bográcsban száraz réten három évvel ezelőtt. Nem lesz ez másképp idén sem. Június 18-án szervezik az idei borsófesztivált, melyre még közel két hétig lehet nevezni. A szervezők június 15 ig várják a csapatokat. Nevezési díj nincs, a rendezvény helyszínén pedig a szervezők biztosítják a zöld borsót, a főző helyet, a tűzifát és a sörpadot. Szükség esetén akár bográcsot is. Minden egyebet, ami a főzéshez kell. Azonban fűszereket, a tálaláshoz tálat, a kóstoláshoz tányért és evőeszközt a főzőknek kell magukkal hozniuk. Borsóval töltött falacsinták. Édes lesz vagy sós? Sós. Tartármártás lesz hozzá. Az idén hetedik alkalommal megszervezett borsófesztiválon hagyományosan bármit lehet sütni-főzni zöld borsó felhasználásával. A lényeg, hogy az étel a helyszínen készüljön. A háromtagú zsűri az első három helyzetet jutalmazza majd egy-egy serleggel, ezen kívül pedig külön díjat kap a legszebb tál, illetve a közönség által legfinomabbnak ítélt étel készítője is.